A mostani videóban egy három részből álló virágot fogok nektek elkészíteni. Amivel kezdünk, hurok, varázskörhurok, egy hurkos, majd ebbe a varázskörbe készítünk 10 darab rövid pálcát. Az első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hat, hét, nyolc, kilenc és tíz. Meghúzom a varázskör varázspálcáját. És összekötöm az elsőt és az utolsót. Jó. Ezután ebbe a lukba, ami itt van, teszek egy-kettő pálcát, majd ugyanebbe a lukba készítek még 4 darab egyrehajtásos pálcát. Ez lesz az első szirmom. 1, 2, 3 és 4. Utána a mellette lévő, közvetlen mellette lévő lukba teszek egy rövid pálcát. Majd mellé egy másikat, és utána rögtön emelek 2-t. Ebbe a lukba megint csak teszek 4 darab egyrehajtásos pálcát. 3, 4, 5. Az a lényege, hogy minden egyes lukba, minden második lukba 5 darab egyrehajtásos pálca kerül, és ezek lesznek a virágom szirmai. Azért kellett 10 darab, mert ugye minden másodikba tesszük a virágnak a szirmait, és ezért lesz szép lapos. Hogyha mindegyik mellé raknánk, és mondjuk csak 5 szemmel kezdtük volna a virágunkat, akkor nagyon csúnya lenne, mert fodros lenne a virág. 1, 2, és ide is megint csak 4-et. 1, 2, 3, 4. Mellé megint leteszem, és az utolsó lukba megint emelek 2-t, és ez lesz az utolsó szirmom. Három, négy és 5. Majd lezárom úgy, ugyanebbe a lukba, ahova tettem az 5 pálcát, mert ugye így jön ki a 10, átteszem a hurkot, és itt most egy csúsztatott szemet fogok készíteni, viszont amikor ezzel meg vagyok, akkor fogom, kicsit meghúzom, a horgolótűt hátulról előre csúsztatom, és ezt a hurkot egy az egybe áthúzom a túloldalra. És ez azért fontos, mert innentől kezdve itt hátul fogok dolgozni, így eldolgozódik, eltűnik az az egy, ami itt van hátul, nem lesz elő semmilyen hurkom, és így fogom tudni majd ráépíteni a következő virágszirmokat. Még egyszer, tehát varázskör, 10 darab rövid pálca, a rövid pálcánál minden másodikba 5 darab egyrehajtásos pálca, rövid pálcával lezárom a mellette lévőbe, teszek egy rövid pálcát a második lukba,
Arra emelek kettőt, és utána négy darab egyrehajtásos pálcát. És így haladok az öt szirommal. Majd amikor ide hátra csúsztottam a fonalat, emelek ötöt. Egy, kettő, három, négy, öt. És a gyönyörű szépen látszanak, inkább így mutatom, minden szíromnál van egy összeköttetés, egy. Itt is, ha jól megfigyeljük, van egy középen, és van egy a szélén. Van egy középen, és van egy a szélén. Nekünk arra van szükségünk, ami a kettő szírom között van. Most itt van az első, itt van az egyik. És nekem most erre a kettő közti részre van szükségem, erre. Ide becsúsztatom a horgolótűt, majd vissza hátra, és áthúzom rajta csúsztatott szemmel, hogy itt hátul legyen egy ilyen kis hurkom. Megint emelek. 1, 2, 3, 4, 5-öt, és megyek a következő sziromhoz, ami itt lesz. Megint csúsztatott szem. 1, 2, 3, 4, 5, megyek a következőhöz, az, ami itt van. És megint csúsztatott szem, és ennek itt hátul nagyon fontos szerepe lesz, 2, 3, 4, 5, mert a következő körben erre fognak ráépülni a szirmok. És ez, ami még fontos, hogy amikor megvagytok, hátul 5 darab, ugyanúgy 5 darab ilyen huroknak kell, hurokképződménynek kell lennie. Most nekem még jön a negyedik, az itt van, és megint, jaj, csúsztatott szem, bocsánat, és megint, jaj, kicsúszik mindig, megint jön 5, 1, 2, 3, 4, 5. És most visszaértem a kezdeti ponthoz. Itt ugye, ahova áthúztam a fonalamat, ez ide szépen lekerült. Na most fontos az, hogy itt keressünk egy olyan részt, ahova erőteljesen be tudom szúrni, hogy ne tudjon kicsúszni a fonál. Hogyha jól megfigyelitek, akkor elméletileg itt van egy hurkos rész. Nem tudom, mennyire látszik, így sem ennyire. Ebbe a hurokba bele tudom csúsztatni. Hogyha oda nem megy, akkor az öt szemnek az első lánc szemébe nyugodtan belerakhatjátok. Az a lényeg, hogy jól a tövénél legyen, és ez is csúsztatott szemmel. Na most megvagyok addig, hogy itt megvan az öt hurok. Ha megszámolom, 1, 2, 3, 4 és 5-ös hurok. Most pedig fonalat fogok váltani, mert jön a második réteg. Hurkot teszek a horgolótűre, és úgy teszek, minthogyha ez a hátsó rész nem lenne. Hagyom rajta, ugye már mutattam egyszer egy videóban, hogy történik a fonalváltás, de ez mégiscsak egy jó gyakorlás. Fogom a rózsaszínt, áthúzom a lilán, de figyelek arra, hogy a csomó kívül maradjon. Utána megfogom a hosszú fonalat, ami még a lila, és meghúzom, hogy lemenjen teljesen a tövéhez. Ezáltal eltűnik az a fonál. Majd kötök rá kettő darab csomót, a kicsi rózsaszínt és a hosszú lilát, és nem vágom el a lilát, mert a következő sorban majd újra szükségem lesz rá. Itt vagyok most középen, a kezdeti pontomnál, és most becsúszok egyszerűen az első ötösbe egy rövid pálcával. Így ezáltal becsúsztam az első hurokba. Most emelek kettőt, és ide, ebbe a hurokba még rakni fogok ezen kívül 6 darab pálcát, vagyis 7-es darab pálcánk lesz minden egyes hurokban. 2, 4, 5... 6 és 7.
És amikor ezzel megvagyok, a zárósort, mert ugye itt is le kell zárni, azt a két rész közti lukba fogom tenni. Itt jól látszik, ott egy luk. Oda fogom betenni, és csúsztatott szemmel lezárni. Most én megint átcsúszok a hurokba, emelek kettőt, és jöhetnek a pálcák. 2, 3, 4, 5, 6 és 7. Megint a kettő közti részbe. Na, kicsúszik a tűből, és csúsztatott szemmel átcsúszok a hurokba. 1, 2, és jöhet még 6 pálca. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, és még egy utolsó, a 7. Jó, megint a kettő közti részbe a lukba. Csúsztatott, és az utolsó. Ja nem, bocsánat, még van egy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7. Majd becsúsztatom itt is, kettő közti részbe, és most jön az utolsó 1, 2, és ide még 6-ot, 1, 2, 3, 4. 5, és az utolsó, a 6-os, és most berakom ugyanúgy a lukba. Ugye ez most így egyszerű lesz, mert amikor anno elkezdtem az elején, akkor jól kitágult az első luk, ide egyszerű lesz berakni. Most itt ugyanúgy kihúzom a szálat, és ebbe a lukba, ahová beraktam, hátulról előre csúsztatom a forgolótűt, így, és megfogom a húrkot, és hátrahúzom. Most megint itt van ugye a rózsaszín húrok, ugyanúgy, ahogy az előbb a lila. És ezáltal lecsúszott, nem lesz zavaró. Most így néz ki a virágunk, nincs luka közepén, viszont gyönyörű szép, kettő részes virágom van. Hogyha esetleg zavaróak ezek a lukak a közepén, én oda gyöngyöt szoktam tenni, vagy pedig lehet egy nagy darab gombot, feketét esetleg, ami jól takar, aminek sík a felülete, az nagyon jó középnek. Vagy fehéret, az még jól is mutat a lilán, vagy bármilyen más színnel csinálni. Ami még fontos, hogy lehet így is hagyni, hogyha elvágjuk, akkor figyeljünk arra, hogy ha a rózsaszínt elvágjuk, áthúzzuk, akkor ugye még itt van a lilánk. Ezt össze kell kötni ezzel is, és össze kell kötni majd ezzel is, ami a varázskör kezdete, hogy ne csúszson szét a varázskör, mert az szét tud csúszni, amikor meglazul. Most pedig a rózsaszínnel, hogy tovább tudjak haladni még egy réteget, ugyanúgy elkezdek készíteni láncszemeket, de most nem 5-öt, hanem 7-et. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. És a kettő közti részben most ilyen részek alakultak ki minden egyes sziromnál. Ide fogom rakni a rózsaszínt, és ez jó, mert abszolút nem fog látszani, ugyanis a lila teljes mértékig takarja a rózsaszínt. Most megint 1, 2, 3, 4, 5, 6, megint a kettő közé rakom,
Így. Áthúzom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Megint a kettő közé. És áthúzom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kettő közé. Áthúzom, és most jön az utolsó. Itt is fontos, hogyha megfordítom, akkor 5 darab húróknak kell lenni. Eddig nekem 4 van. 1, 2, 3, 4, és most jön az ötödik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7. Jó? És most ide a kettő közti megint csak érintkezési lukba fogom letenni, ahol összekapcsoltam a kettőt. Hogyha nagyon szoros, én mindig a mutató ujjammal szoktam rá segíteni, hogy át tudjam tolni rajta. Jó, megvan, és csúsztatott szemmel áthúzom. Na most megint fonalváltás fog történni, viszont marad a rózsaszín. Belerakom a lilát, most csak egyszerűen áthúzom rajta, és a rózsaszínt meghúzom. Teszek két húrkot, és már ki is cserélődött, marad a rózsaszín. És ide most 9 darab húrkot fogok tenni, vagyis egy ráhajtásos pálcát. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jó, és most megint, ugye, ahol itt összekapcsoltam, van egy nagyon szép luk, oda lerakom csúsztatott szemmel, és átcsúszok egy hurokkal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ezt lehet úgy is csinálni, hogy nem váltakozó színnel, hanem mondjuk mindegyiket más színnel. Mondjuk a kettő közébe rakni egy fehéret, az is nagyon szép, vagy zöld-fehér-sárga, és akkor mondjuk a sárga a kezdőszín, aztán fehér, mint egy lilium mondjuk, és zöld, mintha a levél lenne a vége. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, és így haladok egészen a végéig, addig, amíg az 5 húrkot végig nem csináltam. Hogyha szeretnétek még több sort csinálni, azt is meg lehet valósítani. Mondjuk, hát szerintem az már annyira nagyon magas, hogy mondjuk sapkát díszíteni, azt hát nagyon furcsán néz ki vele, viszont hogyha kifejezetten virágdísznek kell, vagy most nagy divat az, hogy csinálsz egy nagyobb virágot, mondjuk két részeset, és körbehorgolsz egy szegélyt itt, ami kicsit magasabb, ezt a részt kikeményíted, és beleteszed a tojást. Az is nagyon szép tojástartónak. 4, 6, 7, 8, 9. Mondjuk ezt igazából még eddig ezt a tojástartós dolgot csak hallottam, akikkel együtt szoktam horgolni velük, vagy tőlük, de hát nem nagyon tudom elképzelni, de biztos nagyon szép. Ugyanúgy kell folytatni a
többi réteget, ahogy ezeket. 5, 6, 7, 8 és 9. Jó, lerakom az utolsó lukba, és hogy itt se látszódjon ki, itt is ugyanúgy hátrahúzom a húrkot. Na, így, és lezárom. Elvágom a fonalat, és egyszerűen csak áthúzom rajta. És jó, erősen, erőteljesen meghúzom. De elvágom a rózsaszínt is. Kicsit kisebbbe. És ez azért jó, mert ugye általában a virágot úgyis levarjuk. A közepét, amint mondtam, ugye nagyon figyeljünk arra, hogy ezt mindenképp kössük hozzá ehhez. De ne húzzuk meg, mert akkor összeugrik a virág. Inkább csak lazán, de az a lényeg, hogy fixen legyen. Szóval, hogy ez, hogyha mozog, így már nem tud kicsúszni. A virágom most így néz ki. Szerintem nagyon szép kis mutatós virág. És mondom, ezt bármikor lehet díszíteni a közepét, hogy ne legyen ilyen csúnya nagy lukacsos. Akinek viszont tetszik így, az is jó. Mondjuk, hogyha vastagabb fonállal csináljátok, valószínűleg ez a luk sokkal kisebb lesz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy sikerül elkészíteni, hogyha nem, bármikor megkereshettek, nagyon-nagyon szívesen segítek. További szép estét kívánok nektek, sziasztok!